A Ferencvárosi Torna Klub tekeszakosztálya hazánk egyik legsikeresebb műhelye a sportágban. A népligeti fiatalok a múlt év végén a serdülő és ifjúsági országos bajnokságon 6 érmet, köztük 4 aranyat és 2 bronzot nyertek. A 2020-as esztendőt is jól kezdték. Felnőtt és ifjúsági csapatuk mindkét nemben győzött az idei első csapatbajnoki fordulóban. Húzó emberük a 22 éves Hári Boglárka, ahogyan tavaly, ezúttal is kitett magáért. Nem csoda, hogy a zöldfehérek edzője Mátraházi István elégedetten nyilatkozik a szakosztály sikereiről. Megmondom őszintén, én büszke vagyok a teke szakosztály tagjaira, illetve magára a teke szakosztályra is. Nagyon szép eredményeket értek el a játékosaink. Többszörös csapatbajnokok vagyunk, országos csapatbajnokok, illetve nagyon sok világbajnokunk van. Jelen pillanatban is ugye a felnőtt mezőnyben több világbajnok játékosunk van, és hozzáteszem, is büszke is vagyok erre, hogy ifjúsági kategóriában, illetve ifjúsági korosztályban is képviseljük magunkat ezekben a világversenyeken, vagy ilyen világversenyeken. A műhely talán legígéretesebb fiatalja a már említett Hári Boglárka, aki egy kis faluban, Csóron, Csehi Sándor irányításával ismerkedett meg a sportággal. Először Csóron ismerkedtem meg ugye tekével. Olyan 6 éves koromban mentünk le először családdal, kikapcsolódás szinten. Aztán negyedikes lehettem, amikor az edzőm, Sanyi bácsi átjött egy tesi órára, hogy próbáljuk ki a tekét. És azután igazából így ott ragadtam. Szerencsére voltak sikerek diákolimpiákon, és ez így megfogott engem, ami igazából inkább megfogott benne az, hogy nem csak fizikai sport, hanem nagyon fontos az, hogy mentálisan is felkészült legyen az ember, sőt, sokszor az fontos igazán. Boglárka az országos bajnoki érmek mellett jó néhány nemzetközi sikerrel is büszkélkedhet. 2016-ban tagja volt az ifjúsági világbajnok csapatnak, 2 évvel később pedig már a felnőtt VB csapatversenyének eredményhirdetésén állhatott fel a dobogó második fokára. Mátraházi István szerint a még mindig ifjúsági korú versenyzőben minden adottság megvan ahhoz, hogy a felnőtt mezőnynek is meghatározó alakjává váljék. Bogi 2013-ban került az Egyesülethez, és azóta fejlődik igazából, ahogy látjuk, vagy láthatjuk ezeket a dolgokat. Ugye 2013-ban, amikor ideigazolt, akkor ifjúsági korosztályú játékos volt, bőven benne volt az ifjúsági korosztályba, és az ifjúsági csapatban is kezdett. Olyan fejlődést mutatott a rövid időn belül, hogy gondolkodtunk rajta, hogy a felnőtt csapatba is kipróbáljuk, illetve megpróbáljuk, és ezt követően az eredmények bizonyították azt, hogy helye van a felnőtt csapatban, és most már évek óta a felnőtt csapat egyik meghatározó játékosa. Ifjúsági korú vagyok még egy évig, de szerencsére felnőtt válogatott kerettag is vagyok. Noha néhány évtizede a tekesportnak még komoly presztízse volt idehaza, emlékezzünk csak a sportág ikonjára, az éppen az FTC színeiben szereplő 9-szeres világbajnok Csányi Bélára. Az utóbbi időben hajlamosak legyinteni rá a sportkedvelők, pedig egy-egy nagy eredmény mögött továbbra is komoly munka áll. Ismertség szempontjából én azt gondolom, hogy nagyon sok jó sportolónk van, ezt bizonyítja a többszörös világbajnoki cím, illetve többszörös egyéni világbajnokok, akik ugye játékosként jelen pillanatban is tevékenykednek a tekesportágban. Elismertség vonatkozásában azt gondolom, hogy nem a legelismertebb sportágak közé tartozik a teke. Sokan azt gondolják és azt gondolták a korábbi években, hogy a teke az egy kocsma sport. Én azt gondolom, hogy az élsport itt is, mint mindenhol máshol, nagyon komoly erőfeszítéseket igényel, és nagyon komoly fizikai és pszichikai felkészülést igényel. Hári Boglárka kitartó munkáját díjakkal is jutalmazták az utóbbi időben. A Sportági Szövetség az év legjobb ifjúsági játékosának választotta, míg klubjában, az FTC-ben ő lett a legeredményesebb utánpótlás korú sportolók egyike. Valamennyire számítottam rá, vagyis reménykedtem benne, inkább úgy mondom. Nagyon örültem neki. Én ezt mindig nagy megtiszteltetésnek veszem, hogyha bármilyen díjat kapok, akár szakosztálytól, akár a Fraditól, akár a szövetségtől, tehát hogy nekem ezek nagy dolgok.
Hát megmondom őszintén, a bogi egy kincsetekes sportágban én legalábbis azt gondolom. Látom fiatal korától a fejlődését, látom fiatal korától azt, hogy hogyan lépkedő fölfelé a ranglétán, illetve a maga által kitűzött célok irányába. És én azt gondolom, hogy ha ezt a mentalitást folytatja továbbiakban, illetve felkészülésé során is ugyanezt a mentalitást viszi tovább, akkor ő akár egyéni világbajnok is lehet. Én azt gondolom, hogy az adottságai, a képességei, tehetsége megvan hozzá. Itt azon múlik a dolog, hogy adott versenyen, adott verseny pillanatban hogyan fogja tudni majd ezt kamatoztatni, és milyen eredményet fog tudni kihozni belőle.